A Herbáció című újság főszerkesztője Nagy Zé Róbert kertészmérnök látogatott a Szent István Király Múzeum Feketesas Patika Múzeumba, amely során a kerti dísznövények felhasználási lehetőségeiről tartott előadást az érdeklődőknek. Krizsány Anna, a Feketesas Patika Múzeum kurátora elmondta, azért hívták meg a kertészmérnököt, mert szeretnék egy kicsit a botanikai ismereteket szélesíteni. Érdekes dolgokat fogunk arról tanulni, meg hát persze hallani, hogy hogyan lehet például egy virágos kertből olyan kertet varázsolni, hogy a virág funkció, a díszítő funkció is megmaradjon, ugyanakkor ehető dolgok is teremjenek ebben a kertben, és ez nem csak a kinti kertre vonatkozik, hanem akár bent a lakásban tartható cserepes növény is, ugyanis azok közül is van egy jó pár olyan, ami ehető, csak mi nem tudunk róla. Nagy Zé Róbert többek között elmondta, hogyan alakítható egy virágos kert haszonkerté, hogyan készíthetnek az érdeklődők kerti dísznövényekből teákat, valamint vannak-e télen betakarítható zöldségek és gyógynövények. Sajnos Magyarországon az elmúlt 20 évben 97%-kal csökkent a konyhakertek száma, tehát ahol díszkertek vannak, az még a jobbik eset, a rosszabbik, ahol le vannak betonozva ezek a terek. És a díszkerteket megérni egy kicsit újra haszonkertesíteni. Erre nagyon jók egyébként a gyógynövények, hiszen azok szépek is, és van valami hasznuk, illetve a fűszernövények is ilyenek, de nagyon sokféle tematikus kertet is ki lehet találni, vagy kerti ágyást, ilyen például a télen betakarítható kert. A Szent István Király Múzeum Feketesas Patika Múzeumban legközelebb április 17-én lesz ismeretterjesztő program, akkor Galambos István botanikus gyógyítókertekről, botanikus kertekről, arborétumokról tart előadást.